Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az ATV világhíradójában. Illegálisnak nevezte az Alekszej Navalnyi szabadonengedését követelő szombati tüntetéseket a Kreml. Az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint a megmozdulásokat provokátorok szervezik, akik ellen a hatóságok határozottan fellépnek. Navalnyi egyik bizalmasát, aki a korrupció ellenes alapítványának ügyvédje, már le is tartóztatták. Ő is arra buzdította az embereket, hogy országszerte vonuljanak utcára. Így akarják elérni, hogy a hatóságok elengedjék Navalnyit, akit előzetes letartóztatásba helyeztek, miután nemrég hazatért Németországból. Még nyáron vitték oda kómában, miután Oroszországban megpróbálták idegméreggel megölni, szerinte Putyin elnök tanácsára. Az Európai Parlament határozatlan ítélte el Navalnyi letartóztatását és sürgetett újabb szankciókat, köztük az északi áramlat 2 orosz gázvezeték építésének leállítását. A német kancellár viszont kiáll a beruházás mellett. Komoly kihívásokkal néz szembe az Egyesült Államok szerdán beiktatott új elnöke. Joe Biden egyik legnehezebb feladata, hogy hatékonyan kezelje az országban tomboló koronavírus járványt és a vele járó gazdasági nehézségeket. Erődjéhez képest számos változást hozhat a külpolitikája is, amiről egyre több részlet derül ki. Közös imán vett részt a Fehérházban Joe Biden, Kamala Harris és házastársaik. A koronavírus járvány miatt videón kapcsolták nekik a papot. Az elnök előtte elmondta, hogy első 100 napján 100 millió adag vakcinát adnának be. Felesége, aki tanár, több oltóanyagot és tesztet ígért a pedagógusoknak. Közben a Fehérház Biden külpolitikai terveiről beszélt. 5 évvel meghosszabbítanánk az atomfegyverek számát korlátozó egyezményt Oroszországgal. Az elnök szerint ez nemzetbiztonsági érdek, mondta a szóvivő. Az új elnök felé nagyok a külföldi elvárások. Sok latin-amerikai azt reméli, lazítani fog elődje szigorú bevándorlás politikáján. Kuba a Trump által kivetett szankciók visszavonását és az Obama alatti közeledés folytatását várja. A világhatalmi rivális Kína pedig azt, hogy a járványról szóló viták és kereskedelmi háborúk helyett Biden javít majd a két ország viszonyán. A koronavírus és a klímaváltozás elleni harcban együttműködésre van szükség, mondta a Világgazdasági Fórum elnöke egy kínaiaknak adott interjúban. Izrael kapcsán úgy néz ki, Jeruzsálemben marad az amerikai nagykövetség, a Golánt pedig továbbra is Izrael részének tekintik. Hatályban maradnak az arab országokkal kötött békék is. Az új kormány viszont nem támogatja a vitatott területen folytatott izraeli telepítéseket. A palesztinoknak újból folyosítaná a segélyeket, és visszacsatlakozhat az iráni atomalkuhoz is. Kihátrálna az idei olimpia rendezéséből Tókió, legalábbis a Times értesülései szerint. A brit lap egy meg nem nevezett kormányzati forrásra hivatkozva írt arról, hogy a város a koronavírus járvány miatt inkább 2032-ben rendezne nyári játékokat. A szervezők cáfolnak. Nem sejtették pár éve a tokiói olimpia érmeinek és kabala figuráinak bemutatásakor, hogy egy világjárvány miatt elhalasztják a játékokat. 2020 helyett 2021 nyarán tarthatják a versenyeket. A kormány tagadja, hogy le akarják mondani a rendezést. Szorosan együttműködünk a tokiói önkormányzattal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal és a játékok szervezőivel, hogy biztonságosan megszervezhessük az eseményt, mondta a miniszterelnök. A helyettes kabinet főtitkár szerint a brit lapértesülések alaptalanok. A japán olimpiai bizottság vezetője szerint a Times állítása abszurd, és nem kell hinni egy cikknek, csak mert ott jelent meg. Optimistán nyilatkozott az atlétikai világszövetség elnöke is. A legfontosabb, hogy a japán kormányfő egyértelműen kiállt a rendezés mellett. A japánok kézben tartják a járványt, és nagy változás tavalyhoz képest, hogy már van vakcina, és a következő hónapokban egyre több lesz, mondta Sebastian Coe. A tokiói szervezőbizottság elnöke úgy véli, az oltás megjelenése visszaállíthatja a játékokba vetett bizodalmat, de az eddig jó intézkedéseket is meg kell tartani. Azt ő is cáfolta, hogy szóba került volna a játékok lemondása vagy újbóli halasztása. A külföldi sportolók 2 hetes karanténja észszerű ötlet. Fontolóra is vettük, de elvetettük. Nem lehet azt várni tőlük, hogy ennyi időn át ne készüljenek a versenyekre, mondta a szervezőbizottság elnöke. Közben Kína 2022-es téli olimpiára készül, amit Peking rendezhet.
Újságíróknak már meg is mutatták a gyors korcsolya versenyek helyszínét és az olimpiai falut. Ezeket ott építették, ahol a 2008-as nyári játékokon jégkorongozók és íjászok versenyeztek. A járványhelyzet ellenére konganak az ürességtől a kórházak Dél-Olaszországban. Kalabria régióban 18 olyan egészségügyi intézmény van, amelyekben minden megvan a covidos betegek gyógyításához, kivéve az orvosokat és a pénzt. A kórházak a felelőtlen irányítás és a maffia beavatkozása miatt állnak kihasználatlanul. A Deutsche Welle riportja következik. Ők nem átlagos épületfoglalók. A Movimento Lanterna mozgalom tagjai egy alapvető szükségletért küzdenek, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésért. A csoport, amit egy nyugdíjas orvos Ninni Formáról hozott létre, megszállta az egyik szárnyát ennek a bezárt kórháznak a dél-olaszországi Cariatiban. El sem tudtam volna képzelni 10 évvel ezelőtt, hogy egy ilyen régóta működő kórházat, ahol ennyien dolgoztak sok éven át, majd kénytelenek leszünk elfoglalni. Formáró meg is mutatja, miről beszél. Még dolgoznak a Vittorio Consentinóban, de ilyen kis személyzettel már nem számít kórháznak. Itt a radiológiai osztályon korábban több mint 20 ezer vizsgálatot végeztek évente, most kevesebb, mint 300-at. A Vittorio Consentinót arra tervezték, hogy kiszolgálja egy 80 ezer fős közösség igényeit, de az évtizedekig tartó hanyag irányítás és a maffia beavatkozása miatt már a betegek kezelésének legalapvetőbb feltételeit sem tudja teljesíteni, ráadásul egy világjárvány közepén. Cariati kórházán kívül még 17 nem működő intézmény van a régióban. A járvány megmutatta, hogy rendszer szinten irányítják rosszul a kórházakat. Az itteni infrastruktúrával, például az oxigénadagolókkal covidos betegeken is segíthetnének, de orvosok és pénz nélkül nem veszik hasznukat. Dr. Formáró megmutatja azt a 90-es években épült szárnyat is, amelyet sosem használtak rendeltetésszerűen. A mozgássérült betegeknek felszerelt kórterem most raktárként funkcionál. Ez nagyon elkeseríti a 66 éves orvost. Negyven évig dolgoztam itt orvosként, és az, hogy nem tudok segíteni az embereknek, hogy nem tudok válaszokat adni, borzasztóan elszomorít. Az egészségügyi helyzet annyira drámai egész Kalabriában, hogy 10 évvel ezelőtt a kormány felügyelete alá helyezték a rendszert. Ez további megszorításokhoz vezetett az egészségügyi költségvetésben. Korábban azért zárták be a kórházakat, hogy adósságot törlesszenek. Most azon dolgozunk, hogy a vészhelyzetben visszaszerezzük az orvosokat, az ápolókat, az egészségügyi személyzetet és mindenek előtt az intézményeket. Personale sanitario e soprattutto strutture. A másik probléma a maffia beszivárgása az egészségügyi rendszerbe. A kórház tetején látható kifinomult napelem és klímarendszereket busás hasznot hozó állami szerződésekkel vásárolták. Formáró szerint a maffia áll az ügy mögött. Un impianto di climatizzazione sarebbe utile, no? Sarebbe utile. A légkondicionáló rendszer hasznos lenne, ha lennének itt fekvőbetegek is. Ha nincsenek betegek, felmerül a kérdés, miért ezt csinálják meg, ahelyett, hogy megvennék az ultrahangkészüléket a kardiológiára. L'ecografo della cardiologia non viene comprato. Cariati lakosai pedig szenvednek, csak úgy, mint sokan mások is a régióban. A betegeknek jelenleg több mint 1 órát kell utazniuk egy működő sürgősségi osztályig. Ez különösen az időseknek megterhelő. A Movimento Lanterna tagjai folytatják a harcukat a végsőkig, amíg a kórházukat újra ki nem nyitják. Che Guevara, aki maga is orvos volt, folyamatosan figyeli őket, ők pedig azt mondják, ahhoz, hogy az ember jogait elismerjék, forradalmat kell csinálnia. Vizsgálják az ukrán hatóságok, hogy miért keletkezett tűz egy harkivi idős otthonban, ahol 15 ember meghalt. A lángok csütörtökön csaptak fel a második szinten, ekkor 33-an voltak bent az épületben. 11 ember megsérült, közülük 5-öt kórházba vittek. Az első emeleti ablakok be voltak rácsozva. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra utasította a belügyminiszterét, hogy indítson vizsgálatot, a főügyész szerint pedig a hatóságok megkezdték a nyomozást. Ennek előzetes eredményei alapján úgy vélik, az elektromos fűtőberendezések gondatlan kezelése okozhatta a tüzet. 100 millió dollárt ajánlott fel Elon Musk annak, aki előáll a legjobb széndioxid megkötési technológiával. Az amerikai milliárdos ezt a Twitteren jelentette be,
ahol sokan emlékeztették, erre a fák is képesek, szóval inkább ültessen fákat. 2019 őszén Musk egyébként 1 millió dollárt kínált fel faültetésre. Egyik cége az elektromos autókat gyártó Tesla részvényének erősödésével mostanra ő lett a világ második leggazdagabb embere. Egy időre meg is előzte az Amazont alapító Jeff Bezost, és vagyona most is csak 6 milliárd dollárral marad el az övétől. Világhíradónk végén köszönöm figyelmüket, és már most emlékeztetek arra, hogy 17:25-kor jövünk az első mai kora esti híradóval itt az ATV-n.